Szabad Krimi vers, román ortodoxia. Ceglédi Andrea Szilvia írása, 2020. január 18. 2020-ban minden magyar a Trianon okozta gyászos évfordulóra emlékezik, mindenki azt a bizonyos 100 évet emlegeti. A kormány úgymond a nemzeti összetartozás éveként jelöli a 2020-as esztendőt, habár szeptember 5-ét, az Észak-Erdélybe való bevonulás napját talán inkább joggal nevezhetnénk a nemzeti összetartozás napjának. Egyesek Trianon felülvizsgálatát követelik, bár Gyun hasztalanul és ezzel akkora kárt viszályt keltenek, hogy már-már azt hihetnénk, inkább idegen megrendeléssel generálják. Mások a mágikus, 100 éves lejárati időre esküsznek, utolsó szalmaszálukba kapaszkodva, ami nem más, mint botor álom, hiszen eféle lábjegyzet nem volt a tragikus szerződésben. Trianont és az azóta eltelt 100 évet saját érdekeinek, érzéseinek megfelelően mindenki másképp értékeli. Ugyanez az évforduló a szomszédos államok számára örömünnep, hiszen amit mi akkor elvesztettünk, azt ők megkapták és élvezik. Látszólag. Ebben az ügyben azonban mindenki téved. A máig is érvényes trianoni határvonalak terve nem 100 évvel ezelőtt született meg. Sajnos ezt a tényt még Rafai professzor úr is tévesen látja, vagy állítja, amikor arról beszél, hogy 2 héttel a versailles-i aláírás előtt Clemenceau-ék sem tudták, miként roncsolják majd szét a magyar királyságot. Tudták. Ezt elkönyvelhetjük bizonyított tényként, hiszen Franciaország és Anglia szamarkövőnes urai már a 19. században úgy alakították a közép- és kelet-európai politikát, hogy liberális törekvéseiknek senki és semmi ne szaphasson gátat. Ezen törekvésük ékes és sikeres példája Románia megalapítása. Felejtse el gyorsan mindenki, amit eddig erről hallott, olvasott, esetleg tanult. Induljunk ki abból, amit már eddig is tudtunk. Olyan nép, hogy román nem létezik, illetve létezik egy ideje, mert létrehozták mesterségesen. Nem a románok tették meg az első lépéseket. Az ő úgymond történelmüket is ugyanazok kezdték írni, mint akik a magyar történelmet hamisítják a mai napig. A románok, maradjunk a manapság divatos, piszi elnevezéssel, sohasem volt egy egységes nemzet, mint ahogyan ma sem az. Mind a mai napig láthatóak a különbségek, hiszen területenként változnak a szokásaik, fizikai kinézetük, külön és teljesen eltérő nyelvjárásaik vannak. Gyakran előfordul, hogy különböző országrészben élő emberek alig értik egymás beszédét. Ettől függetlenül 1859. január 24-én létrejött Románia. Az úgymond kis egyesülésnek nevezett esemény, amely a moldvai és a havasalföldi fejedelemségeket volt hivatott egységes állammá gyúrni, egyúttal a különböző népeket is igyekezett egységes nemzetté formálni. Így váltak a moldov lahok, a moldvaiak és az oláhok, most csak a két legnagyobb népcsoportot említve egy néppé románokká. A mesterséges állam létrehozása az európai liberálisok kezemunkáját dicséri, legnagyobb pártfogója maga harmadik Napóleon, a második francia császárság uralkodója volt, de az angolok is lelkesen pártolták e tervet. Ezen a ponton megjegyezhetjük, hogy a liberalizmus, mint eszme a szabad közművelséghez kötődik, tehát e kettő egy és ugyanaz. Az európai uralkodó házak tagjai pedig szívesen töltöttek és töltenek be ma is szabadkőművesként vezető szerepet. A derék nyugati liberális vezetők az 1853-1856 között zajló krími háború után határoztak e stratégiailag igen fontos lépés szükségességéről,
döntöttek egy olyan egységes, nacionalista, dunamenti állam létrehozásáról, amely sorompót alkothat Oroszország és a polgáriasodó, liberalizálódó nyugat között. Egyes források ennek a tervezetnek fő okaként a cár 1848-ban tett ígéretét említik. Első Miklós orosz cár ígéretet tett, hogy megvédi a Balkánon a pravoszláv egyházat és híveit a nyugati liberalizmustól. Ezen források szerint ez a harc végül 1918-ban a cári család kivégzésével zárult. Alexandru Ioan Kuzát bízták meg a feladattal, hogy egyesítse a két fejedelmet. Kuza ezredes tökéletes jelölt volt, hiszen 48-as veteránként a francia szabad kövüves páholy egyik mesterének, Mancininek volt tanítványa. Az ezredes megbízása arra is kiterjedt, hogy felszabadítsa úgymond a szegény, sínylődő népet az ortodoxia sötét bugyraiból, és Romániát egységes nemzetállamként terelje a fényes európai haladás egyetemes útjára. 1859-ben a kiszárólag szabad kőművesekből álló európai küldöttség tanácsai alapján, akik állítólag azért voltak jelen, hogy úgymond felügyeljék a választásokat, a havasalföldi és moldvai elektorok megválasztották Kuzát az Egyesült Fejedelemségek első uralkodójával. A belső hatalmi harcok elkerülése érdekében a román koronát felajánlották egy idegennek, Sigmaringi Hohenzoller Károlynak, aki maga is szabadkőműves nagymester volt. A szabadkőművesek elégedettek lehettek az ezredes munkásságával, ugyanis személyét máig is tartó nemzetközi tisztelet övezi köreikben. Az egyetemes testvériség az úgymond emberiség jövőjének soraiba emelte, 1970-ben születésének 150. évfordulóján az UNESCO megemlékezést szervezett a nemzetközi közvélemény figyelmébe ajánlva őt és munkásságát, majd a párizsi szabadkőműves páholy román tagjai 1992-ben érdemrendet alapítottak tiszteletére. Ezt a korszakot a román tankönyvek egészen másképp tálalják. Lássuk hát, mit is vitt végbe valójában ez a figyelemre méltóan agyondicsért nagy román államférfi. A történelemkönyvek szerint 1859 és 1862 között igyekezett véghez vinni az egyesítést, ám valójában azon dolgozott, hogy teljhatalmát kiterjessze. Megalapította a polip államot, Havasalföldre, Bukarestbe összpontosította a hatalmat. Bukarestre az internacionalista sokszínűség miatt esett a választás. Kísértetésen hasonlít ez a liberalista törekvés a mai helyzethez, amikor a liberális pártunió foggal körömmel ragaszkodik Budapesthez, megszerezve azt a legutóbbi októberi választáson. Természetesen szükség van egy olyan emberre, aki buzgón teljesíti a parancsot. Ez a személy annak idején Bukarestben Kuza volt, majd 160 év elteltével Budapesten Gyurcsány irányítása és ellenőrzése alatt és mellett Karácsony Gergely teszi ugyanezt. Így alakult meg Párizsban szőtt tervek alapján a nacionalista román állam, amelyre mind a mai napig oly büszkék jeles szomszédai. Ám ez csupán demagóg büszkeség, hiszen Románia megalakulása óta internacionalista és román ellenes. Uralkodása a második szakaszában Kuza olyan szekularizációt hajtott végre, amely kísértetésen hasonlít a bolsevikok 19-es rémtetteihez és Rákosi álmatfutásához. 1863-ban megalapított kormány minden tagja élükön Mihail Kogolnicsánuval az ő híve volt. Az korábban anarchia párti, forradalmi érzelmű Kuza pedig erősen fogta a gyeplőt. Semmi sem történhetett tudta, akarata és beleegyezése nélkül. Országépítését és hatalma megerősítését az ortodox egyház földjeinek és egyéb javainak elrablásával kezdte,
a modern Európába való felzárkozás jegyében. Első dolga 1859-ben az államkassa feltöltése volt. Ennek érdekében Filotei Buzaui püspök minden vagyonát fondorlatosan megszerezte. Kölcsönkért az állam nevében 400 ezer lejnyi aranyat, amit sohasem adott vissza, majd lefoglalta a püspök és a püspökség teljes ingó és ingatlan vagyonát. A püspök a hihetetlen nyomás, vegzálás miatt először megörült, majd rövid idő múlva elhalálozott. Ugyanebben az évben Moldvában a rossz adminisztrációra hivatkozva államosított 6 kolostort azok ingó és ingatlan értékeivel együtt. Lefoglaltatta az adminisztrációra vonatkozó összes egyháziratot, megszüntette a műhelyeket és mindent elvett tőlük, ami a kolostoroknak jövedelemforrásként szolgálhatott volna. Az apátok mellé adminisztratív bizottságot jelölt ki, akik azon túl a vallási minisztérium hatáskörébe tartoztak. 1860-ban, augusztusában uralkodói rendelet alapján 2 kolostort és 31 remetelakot zártak be, az ott élő szerzeteseket pedig kényszerrakhelyekre számüzték. A kolostorok épületeit, a templomokat az állam hajléktalan szállóként, iskolaként vagy egyéb célra hasznosította. Érdemes a szabadkőművesek romboló módszereit összehasonlítani az 50-es évek rákosista intézkedéseivel. 2 hónappal később 10%-os jövedelmi adót vetettek ki, amely vonatkozott a metropolitákra, püspökökre, kolostorokra, templomokra és szemináriumokra egyaránt. Októberben az úgymond demokratikus parlament ülésén a vallási minisztériumot a pénzügyi minisztérium alá rendelték, így az egyház teljes vagyona az államkasszába vándorolt. A demokrácia és a demokratikus berendezkedésre hivatkozás máig a szabadkőművesek védőpajzsa. Ezután, a rablás után Kuza elkezdte a szerzetes rendek teljes felszámolását és a nép úgymond ateizálását. Tervét igazi román módszerrel körmönfonton vette véghez, francia mintára, trikolorba és nacionalizmusba csomagolva. Keresztes hadjáratot indított a görög befolyás ellen, így elvágva a kapcsolatot az Athosz hegyén lévő görög egyházfővel. A büszkeség és a szabadság hamis illúziója mindenkinek eszét vette, még a papok sem ébredtek rá időben ennek a veszélyére, így a nacionalizmust ők is segítették, és ma is segítik minden emberi gyűlölködést bevetve, megtagadva a hitet, amelynek alapja a krisztusi szeretet volna. Magát az ortodoxiát készültek eltörölni. Ez sikerült is, hiszen ma a román ortodoxia egy meghasonlót, és az állami liberalizmus, nacionalizmust és gyűlöletet szolgálja a görög ortodoxia mély hitével és Krisztus követésével szemben. 1863-ban kiadták a dekrétumot, miszerint Romániában az összes egyházi vagyon állami tulajdonban van és marad. Így az állam kiterjesztette hatalmát az egyházkerületekre is, ha bár eleinte csak a görög befolyás alatt álló kolostorokról volt szó. Amint ezt véghez vitte, az uralkodó elhatározta, hogy teljesen megváltoztatja az immár nemzetivé államvallással vált egyházat. 1864-ben a kormány a Gergely naptárral szerette volna lecserélni a megszokott Julián naptárat, ezt a tervezetet azonban a heves ellenállás hatására elvetették. Korabeli források megemlítik, hogy Konstantinápolyból érkezett jezsuita rendfőnök bukaresti látogatását, aki napokon át tárgyalt Bukarestben. Valószínűleg Erdély átvételének egyházi vonatkozásairól tárgyalhattak. Érdekes módon 155 év elteltével egy másik jezsuita, Bergoglio is Bukarestbe látogatott, megerősítve látogatása során Erdély Romániához tartozását. Ugyancsak 1864-ben kiadtak egy rendeletet, amely meghatározta, hogy ortodox szerzetesség
csak 60 év feletti vagy teljesen munkaképtelen rokkant válhat, aki egyúttal lemond az állami nyugdíjról. Az egyedülálló nők esetében 50 év lett a minimum korhatár, amikor zárdába vonulhattak. Államosították az egész román társadalmat, ugyanis 1864. decemberében új alkotmány lépett életbe. Elvették az anyakönyvezős jogát az egyháztól, akárcsak később Magyarországon a kommunisták, és átruházták a helyi előjáróságok hatáskörébe, ahogyan a vállásokat is a járási törvényszékek intézték. Temető csak a településtől 200 méterre létesülhetett, így akadályozva, hogy a hív emberek úgymond túl sokszor és túl sok keresztet lássanak. Az agrár és a társadalmi reformokat az oktatás megreformálása követte. Kuza kijelentette, hogy szét kell választani az oktatást az egyháztól. Újra csak arra gondolhatunk, hogy kommunistáink minden politikai tette parancsvégrehajtás volt, ugyanazoktól, akik 1789-től napjainkig irányítják a világ keserves történetét. Megszüntették az egyházi oktatást és elemi iskolákat nyitottak. A vallási minisztériumot átnevezték vallási és oktatási minisztériumát. A diktátor valódi célja a nép egyháztól való elszakítása, az egyház elszakítása az ortodoxiától, teljesítve ezzel a francia szabadhőműves állam befolyását. Az elemi oktatás ingyenes és kötelező volt, de az oktatás átalakítása minden szinten megtörtént. Kicsit később már a szemináriumok és azok tananyaga is az oktatásügyi minisztérium hatáskörébe tartoztak. A nép liberális nevelése és az egyház szabadkőművesek által történt átalakítása párhuzamosan zajlott. Kuza és a kormány a Román Ortodox Egyház vezetőjévé váltak. Ettől kezdve az egyház az állam eszközévé vált. Már nem is az ortodox egyházról, hanem egyenesen a román egyházról tesz említést Vasilij Alekszandru Rékja miniszter egy Nifó metropolitának írt levelében, amiben arra utasítja a metropolitát, hogy a papság meggyőző erejét bevetve tereljék a gyermekeket az állami iskolákba. Mindez persze az egyház a haza érdekében és védelmében, ahogyan az utolsó sorokból kiderül. A Magyarországon megalapított békepapi intézmény Romániában már jóval korábban működött, sőt, működik a mai napig is. A papok az állam alkalmazottai és besugói. Az egyház győzködése valóban szükséges volt, hiszen az átállás nem volt egyszerű. Amint azt már a cikk elején is említettük, nem volt egységes román nyelv, a kolostorokban a gyerekeknek a cirill ábécét oktatták mindaddig, és az egyetlen tanult idegen nyelv a görög volt. A dák és latin rokonságot később a szabadkőműves állam találta ki, és ekkor kezdték használni a latin ábécét és oktatni a latin nyelvet. A szabadkőművesek művét Trianon koronázta meg. Ekkor a magyar királyság szétdarabolásával és a balkáni népcsoportok összeugrasztásával sikerült kontrollálva vonni a térséget. Ezt az ellentétet a mai napig igyekeznek fenntartani, mert uralmuk csak addig tart, ameddig Kelet- és Közép-Európa népei fel nem ismerik, hogy ez a csoport ellenük dolgozott és dolgozik ma is. Románia a szabadkőművesek sikeres kísérleti telepe volt és maradt a mai napig. Ott kipróbálják ötleteiket, terveiket és amennyiben működik, alkalmazzák más országokban, köztük Magyarországon is. Johannis elnök ma annak a folyamatnak a végső munkálatait végzi, amely folyamatot Kuza kezdett meg, Ceausescu folytatott, és amely folyamat megszünteti Romániát és átadja az országot a nemzetközi pénzvilág értékromboló bűnözőinek. Ebben segíti a jelenlegi elnököt, Hohenzoller Mihály király lánya, aki rendszeresen fogadja a Johannis szállett Johanniszt, ellátva őt a páholyból érkező parancsokkal. Van azonban egy kis csoport, amely felismerte és világosra igyekszik tenni az elmúlt évszázadok drámai valóságát. Ha sikerrel járnak,
akkor végre megszűnne a közös történelme, és közös fájdalmakat megért népek közötti gyűlölet, és közös erővel véget lehetne vetni a világtörténelem legaljasabb és két évszázadon keresztül tartó összeesküvésének.